Kezdtünk, üdvözlök mindenkit, csak gyorsan ellenőrzök minden, desktop audio is rendben van, rendben kell, hogy legyen legalábbis. Hoppá! Pörgünk? Akkor én is üdvözlöm a kedves nézőket. Nagyszerű, örülök neki. Na, csak letesztel, azaz, jó, le van tesztelve a dolog. Igen, üdvözlünk mindenkit, én ugye Skorzi vagyok a művész nevemen, ahogy mindenki ismer. Tehát amióta itt vagyunk. Ugye elkezdődött az időmérő, ugye látszuk, hogy már az idők mennek rendesen. Viszont annyit meg szeretnénk említeni, hogy még egy az elején, hogy köszönjük szépen a támogatást az Aktív Parknak, aki egy rendezvény és szórakoztató központ. A szezon végére kaptunk tőlük egy felajánlást, hogy az első három helyezett tehát az első három helyezett gokárt bérletet kap. Tehát a srácok, ahogy kiszállnak a szimulált székeik mögül, ülhetnek át rögtön is egy gokártba. Tehát ugye szeretnénk tőle nekik megköszönni. És amúgy itt van velem kommentátor társam, Nemacu is. Szia, Nemacu! Erre vártam, bemutatkozom. Én leszek az elemző kommentátor, üdvözlök minden kedves nézőt, én is. Ojjaj! Ott... Meg lehet. Már is volt egy retirement? Igen, az Misi volt. Tehát, hogy... Nem, Zoli volt? Zoli volt. Zoli, de nézzük, ő pörgött, nem, Boton, ő pörgött meg a házszal a sikán után. Igen, ez nagyon csúnya volt, pont... Rácsúszott a rázókőre. Pont láttam, tehát hogy pont belecsúsztam abba a fázisba, hogy lehessen látni, nagyon durva volt. Csak én láttam, hogy dröpögen a darabok. Első igazán éles kör Misitől, akitől alapvetően sokat is várunk, hisz nagyon gyors, bár kissé instabil pilóta. Az 1.22.4 al közepesen egy meglehetősen erős kör volt tőle. Igen. Egy picit még annyit állítok rajtad, hogy kicsit feljebb veszlek, mert múltkor is ugye az volt a probléma, hogy nem lehetett hallani. Ja. Mindjárt leellenőrzöm. Hát még ugye ezt be kell állítani. De innentől fogva már a stabil fix setupon vagyok, onnantól fogva már nincsen probléma. Mondjad, kezdve. Ja, közben mondjam az Persze, infokat. Persze, mondhatod. Hát egyelőre gyors körön, ahogy elnézem, nincsenek sokan. Norbi fejezte be a gyors körét, 1.22.1-jel. És ebben nem vagyok biztos, de szerintem nem megy el még egy gyorsra. Felvezető körön van éppen Láma. És Kex van most a gyors körén, és ő mindjárt be is fogja fejezni. Egyelőre saját legjobbjához képest 5 tizedet javít ki a második szektorban. Ja. Most már csak meg kell nézni, hogy jól fogja venni az utolsó kanyar kigyorsítását. És hogy az 50 számú részek van, és bemegy a boxba, ez egész meglepő. Pedig amekkora javításban volt. Hát nem ezt vártam volna, mindegy. Őszintén én sem ezt vártam volna, de hát lehet, hogy ő belülről nem így érezte, mert azért az ERS is elfogyott elég rendesen. Közben nézzük meg, hogy azért vannak visszatérő, van két új pilótánk is, az egyik az Bugo Csiga, a másik meg Afking TM. Tehát, hogy aki követi az adásainkat, amiket eddig csináltunk, akkor ő velük még nem találkozott, a többiek azok visszatérő játékosok. Ugye Arnold futotta majd most a leggyorsabb kört. 1.21.5.85-tel. Ugye annyit kell tudni, hogy a két leggyorsabb pilótánk az nem más, mint Arnold és Galamb. De ugye nem tudjuk még egyelőre, hogy Bugo Csiga és Afking az mennyire erős játékosok. Tehát ezt majd meg fogjuk látni. Én személyesen bár nem ismerem, de versenyeztem együtt Bugo Csigával. Nem azt mondom, hogy a leggyorsabb versenyző, akivel valahol találkoztam, de nagyon-nagyon stabil és konzisztens eredményeket tud hozni folyamatosan. Tehát a pontokban szerintem ott fogjuk látni őt. Tehát közben, ahogy elnézem, Norbi. Láma megkezdte egy gyors körét, méghozzá egy másodperces javítás a második szektorban. Uh-huh. Egy érdekes, első szektorban, ez egy nagyon érdekes kör lehet így. Így van. Hú, hol a kis térképen? Melyik gomb is az? Amikor nem találom. A másik új emberünket pedig sajnos nem ismerem, Afkingot, de kíváncsi vagyok nagyon, hogy milyen teljesítményt fog nyújtani. Én is kíváncsi vagyok. Igazából
kíváncsi vagyok az egész szezonra, mert most így, hogy már nem ilyen kis pályán játszunk, mint eddig csináltuk. Ugye az ilyen fanolásokkal, most ez egy komolyabb liga, tehát most nekiindultunk az egésznek. Van egy komplett szabályzat a hátunk mögött, amit majd valószínűleg a kettő, tehát az időmérő és a futam között fogunk majd veletek kicsit jobban kiforszírozni. Vagy akár most is belemehetünk egy picit. Nem szeretnének megszakítani, de közben Láma egy 1-24-es kört pakolt oda a friss lágyakon. De akire szintén érdemes lenne odafigyelnünk, az Misi, aki vagy 8 tizedet javított a második szektorban, aki rengeteget gyorsult, miatt elkezdődött az F1-es liga. Neki is már csak a stabilitásán kéne dolgoznia, hogy egyenletesebb teljesítményeket tudjon nyújtani, de elképesztően gyors lett. És szerintem egy körös teljesítményben bőven Arnold és Galan mellé tudnám sorolni őt. Igen, amúgy. Hát, igen. Igen. Most ez olyan, hogy amikor elkezdtük az egész egész ligázást, az egész szervezést, ami itt volt, akkor ilyen nagyon egyoldalú volt az egész. Tehát én itt, tehát ugye én vagyok a főszervező, én vagyok itt kezdetek óta, és azért én nagyon sokat láttam azt, hogy ki mennyit javult, és annyit kell tudni Norbiról, meg Zoliról, hogy ők úgy csöppentek bele ebbe a játékba, hogy ők akkor vették meg a játékot. Életükben először első Forma 1-es játékukról van szó, és nézd meg Norbi hol van, és azért Zoli is baromi sokat fejlődött azóta. Kezdéshez képest pontosan. Zoli másodperceket javított az első köreihez képest, amiket először láthattunk tőle. Viszont Afking meglepően jó kört ment, az 1.21.8-al. Arra vagyok kíváncsi, ki lesz az első, aki teljesen éles körben képes lesz 1.21 alá bemenni, ami szerintem gyorsabb pilótáinktól már ilyen standard lehetne. Viszont azt kell mondjam, szerintem egy fél percre el fogok tűnni. Jó van, tűnjen innen. Mert nem is lássalak, én nem is látlak. Menjél csak nyugodtan. Ki fogja bírni? Nem, a backup internetre gondoltam, hogy átállok. Ja. Esetleges szaggatásom, mert... Ja, egy picit lehetett hallani, de nem para. Remélem nem is lesz. Amúgy az az érdekes, hogy így a 9. helytől, tehát a Galamtól kezdve, a Kex is amúgy följött a 7. helyre. Tehát, hogy Galamb, akkor úgy látom most már Csiga, Norbi, Afking, Arnold, Láma és Misi. Tehát ők így heten? Igen, ők így heten. Ott fognak lenni az élvonalban, és végre nem lesz galambburalom, amit az eddig megszokhattunk, így belsős berkekbe. Akire most nagyon érdemes lesz figyelnünk, ha jól látom, igen, PMG most kezdi meg az éles gyors körét, ahogyan Arnold is. Jó, lapozok, nézzük PMG-t. Közben akire még nagyon érdemes lesz figyelni, az egyrészt Gottlob, hogy mennyit fog gyorsulni, másrészt pedig Dex, aki szintén készül a gyors körére. És Norbi is most indult el, hát, látom. Ugye már csak 4,5 perc van vissza. Norbi most fejezi be. Norbi dupla felvezetőt csinált, tehát csinál egy nagyon lassú második kört, hogy egy éles körre legyen később. Lehet, hogy az volt, hogy voltak előtte, aztán nem mert neki futni, nehogy utolérje, így inkább elment még egy felvezetőre. Ebben is, ez is benne lehet a pakliba. 60 Hz van előtte. De elég lemaradva tőle. Amúgy azt vettem észre, hogy 60 Hz ugye az F2-es ligánkban is játszott, és mondta, hogy neki nagyon nem fekszik kézre. Ott végig az utolsó helyen állt, tehát teljesen végig az utolsó pozíciókból vágott neki a futamoknak. És most fordítás, cseréltek Garyvel, most hogy Gary van az utolsó pozícióban, csak lehet, hogy még Gary nem annyira adta át magát a dolgoknak, hogy neki tudjon futni az egésznek. Éles kört még nem ment Gary, hogyha megnézzük. Hát, és közben Norbi nagyon le volt maradva. Igen, közben PMG fejett a 6. helyre. Hát őt ebben a tájban is tudjuk nagyjából várni, nagyon kiegyensúlyozott és jó tempója van. Hmm.
Morbi végül nem fejezte be a körét. Viszont, ha jól látom, igen, Dex most fog befutni gyors körével, ez lesz az első igazán éles köre. Mm. És egy előkelő ötizedet javított is, ezzel pedig feljött egy pozíciót, megelőzve Kexet. Így van, most szerintem ez egy érdekes szezon lesz, mert legalábbis az eleje az biztos. Mert ugye nagyon sok voltok volt úgy, hogy abszolút nem is játszott ez alatt az idő alatt, amíg ugye pihenő idő volt. És most is van egy-kettő játékos, aki így ma kapcsolta be a Forma 1-et, és azt mondta, hogy jó, akkor gyorsan gyakoroljunk egyet a futam előtt. És azért ez okozhat meglepetés, legalábbis az első futamon. Dex oda csapta a falhoz! Az nagyon csúnya volt. Ugye elnézem, túlzottan is sietett. Igen. Visszaérni, de Geri is, aki vezető körén egy nagyot hibázott Arnold mögött. Aki nem is javít. Úgy néz ki, megelégszik a harmadik helyével. Igen, és most Lámának el kell venni annál a résznél, mert különben büntetést kap. Jó. De igazából, ahogy látom, el is vették a körét Lámának, mert piros az egész kis térkép, tehát... Az ilyenkor azt jelenti, amit hogy... Amit viszont még érdekesebbnek tartottam, az Galamb. Nem fejezte be a gyors körét, úgy néz ki, belehibázott egyet. Ahhoz meg így nem is lesz ideje még egy gyors körre. Feltéve, ha nem jön ki minél előbb. Tehát szerintem egy 20 másodperc maradt arra, hogy és érkezik is ki a boxból Galamb. Ebben a szent pillanatban indítják el az autót. Jó, viszont Láma nem sokára elindul a következő gyors körére, tehát most rajta fogok maradni. Aha, Láma szép nagy ívbe neki indul a kanyarnak, és akkor most lassan kezdődhet neki a gyors köre. Kíváncsi vagyok, hogy be fog-e nyúlni magának az első pozíciót. Láma érkezik az első szektorhoz. Nézzük, hogy milyen javítást, hogy tud-e javítani egyáltalán. Így van, 39 ezredet javít is. Most éppen, hogy nem bágta le a kanyar, tehát most pont a határokon belül autózik. Ami a legérdekesebb itt a második szektorban, az egyrészt ez a sikán, ami épp ment át. Jaj, Galamb! Jaj, Láma is oda csapta! Pedig... És milyen mérges lehet. Hát én sem lennék boldog a helyében. Geri is azért oda csapta, vagy? És mi is gyors körön van. Ahogy elnézem. És nézzük a maradékot. Galamb pedig ki fog érni egy gyors körére. Ami azért nem kis versenyfutás volt az idővel, ha elnézem. 3-4 másodperccel lejárta, előtt fog gyors na, kezdeni. Na, 8, 7, 6, 5. Hát, ez kicentiszte! 4 másodperc. Galamb ez kicentiszte. És úgy látszik, hogy akkor most jár le. Módjára el fogja hozni a leggyorsabb kört. 60 Hz, 5 helyet rajthelyes büntetést hát, kapott. Norbival való ütközés miatt. Ugye nézem, ACDC is be fogja fejezni most a gyors körét, mögötte pedig nagyon-nagyon közel jön már Misi. Reméljük nem zavarja be annyira a szélárnyék. Amúgy jól láttam a Norbinek is annyi, mert éppen állt a kettes szektorba. És ACDC egyrészt javított, ez a hetedik helyre jött. Elő, másrészt pedig Misi megfutotta az első 21 alatti kört, ami valószínűleg egyértelműen pole pozíciót ad igen. Neki. De és Galamb az utolsó, aki még igen, gyors ezt akartam van. Mondani, azért ne írjuk le, mert még itt a Galamb, tehát hogy ő még azért húzhat nyuszit a kalapból, vagy Misit a kalapból, ha mondhatom így. De az a baj, az utolsó kanyart nagyon elrontotta. Kicsit szélesre nyújt, viszont na, kicsi szélárnyék. Második. Meg lehet neki? Második. Éppen hogy, de második. Hát lehet, hogy azon az utolsó kanyaron ment el, vagy pont, hogy Misi szélárnyékán. Így van. Amit kapott.
Így van. Na, viszont vége az időmérőnek, szóval egy pár percen belül érkezünk vissza, addig nem menjetek sehova. Mindjárt jövünk. Kedves nézőnk, egy kis türelmet szeretnénk kérni, mert restartolni kell a lobbit, mert kettő játékost kidobott és nem tudtak visszalépni. Tehát most újra kell indítanunk, addig egy kis türelmet kérünk, nagyjából egy 5 percen belül érkezünk vissza.
Ja, mi nem megy? Nem, még nem. Hello, 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 megérkeztünk. Közben az overlay-t is megtaláltam, de megint rajta maradt az incidens a dolgokon. Ja, hogy az így nem működik. Nézed a streamet amúgy? Nem a cu. Tehát rá szoktál nézni néha? Mindjárt ránézek. Kiteszem izére. Másik monitorra. Csak hang nélkül. Hol vagy? Mert Twitch, meg YouTube-on is megy. A Facebookon. Facebook. Akkor lehet, hogy azt fogom követni. Csak azért meg akarom mutatni neked, hogy mit csináltam múltkor. Ja, ezt erre mondtad, hogy át akarod küldeni? Aha. Nem lett jó? Mindjárt megnézem. Várjál már egy pillanatot. Nem várok, nézd már meg. Ja, faszadat. Tetszik. És figyelj, ezt akarom majd csinálni, hogyha valami olyan van. Bal felső sarok. Vágod? Mm-hmm. És? Figyelj. Jól van. Aha, de várjál, nem is ez a poén, hanem hogy csináltam ilyeneket is. Igen, tudom, de csak hogy, érted, csináltam ilyeneket is, ugye látod a kis izéket, hogy azt az embert vizsgálják éppen, és... Ó, és ezt tudod bárhova helyezni, gondolom. Nem, ez csak az első kettő helyezett, de meg akarom úgy csinálni majd, hogy... hogy 20 darab gombot kijelölök neki, ez menni fogok majd egy másik billentyűzetet, hogy egy kis technikai belézést is tudjatok nézni itt az adásnál. Tehát az adásmenetet így beszéljük, amíg a srácok, de látom már elkezdték kipipálni, tehát lassan indulunk, tehát lassan kezdődhet az ordibálásom. Formésre lapot raktam? Így, hivatásos ordibáló vagyok, igen, ezt így szokták mondani. Na, szóval azt meg akarom csinálni azt, hogy ez így folyamatosan bármikor, bárhova be tudjam rakni. Ja, formation lap, jó. Miközben mennek a felvezető körön az embereink, akikre nagyon érdemes lesz figyelni, az egyrészt Arnold, aki jól szokta elkapni a rajtokat mindig. A másik pedig Misi, aki nagyon előkelő helyéről indul. Aki szintén jól kapja el a rajtot, de nála az első fake tower-ra kell figyelni, mert nem lehet tudni, hogy túl korán fékeze, vagy túl későn. Így van. Még lesz. És én erre leszek kíváncsi, ugye a nagy újraindító mester, a la Galamb. Ugye most ugye szimulációs törés van, tehát most jobban oda kell figyelni, mert különben büntetést fog kapni. És az a körjelző az ott nagyon hülyen van, tehát hogy én ezt le is szedem. Ja, elcsúszott. Tehát... Igen, elcsúszott, nem baj, megoldom, helyezem. Megoldom, nem helyezem, nem tudom áthelyezni, mert rajta van az overlay-en. Lenyestem. Ja, a bú az nem kell lesz, hogy jó a körjelző. Nem azért, el fog csúszni. Na mindegy, majd megcsinálom jobban. Addig is track van, telemetria... Tényleg kell, gyorsan állítsunk be mindent. Jó, én bekezd vagyok. Ezért fog kelleni nekem a gumi. Ugye az első 10 az ugye az újra, tehát újra kellett indítani az egész futamot, tehát az első 10, hoppá! Galamb egy kicsit lenézett a... Hát megnézte, hogy megvan-e a fű azon a részen, egy kicsit lenyeste, mert nem tetszett neki a hossza. Teszteli tudod virágegyesnek, hogy parkolod, hogy elnézem. Ja. Hát figyelj, lassan nem sokára beérkeznek ugye a célvonalba, és kezdődhet a notorius ordibáló művész, a la Scorzi, és akkor elkezdődhet a futam. Az első kanyar lesz a legkritikusabb, mert ugye szimulációs törés van, hát oda kell figyelni arra, hogy... Arnoldot kövessük az első kanyarra, hogy lássunk minden. Arnoldot, azt mondod? Hát, inkább mondjuk, hogy lámánál lennék. Akkor legyen látni. Vagy Afkingon, Afking. Igen, az Afking, mert az első öt, azt be lehet látni mindent. Na. Szóval kedves nézőink! Nem mondok semmit, mert most nem találtam ki semmi jó szöveget, ugye a lámpák elkezdenek szépen kivillani pirosra, és... elaludtak a lámpák, ugye a Deathwing miatt egy kicsit később fognak elindulni, ott Galamb nagyon szépen elkapta rajtot, Misi egy kicsit visszáfúzódott, hátul nagyon szépen érkezhet Láma is, de Dex is nagyon szépen elkapta, sőt ez Afking volt.
Misi már nagyon elől van, és a második pozíció, második és az első pozícióért harcol éppen Galambbal. Kicsit hátrébb megyünk, hogy Afking feljött a harmadik helyre, Norbi a negyedikre, Láma visszacsúszott a hetedikre, Arnold az ötödiken van jelen állás szerint, és ott hátul AC/DC-ék is nagyot harcolnak, ráadásul pont Láma úgy látom egy kicsit laggol, szépen érkeznek, és Misi a pálya szélén van, nyírja a füvet. Konkrétan ki van, kicsúszott, Botond be is repült elé, és egy szány darabka is. Ez egy eléggé kaotikus verseny volt. Áj, micsoda! Micsoda tömörülés van itt, és mindenki mellett megy. Konkrétan, Jézus Mária, remélem nem lesz belőle nagyobb probléma, nem lesz belőle safety car. Belső éven AC/DC próbálkozik, de meg is csúszik Misi közben. Nagyon lassú, mert valószínűleg nincsenek szeki szárnyai. Ugyanúgy, hogy Zoli is a leghátsó részen jön, és próbálják kikerülni. Nem tudom, mi van Misivel. Misi valószínűleg szárnyhibás. Ekközben Afking csúszott ki a sikán mögött, és Arnold nyúzza Norbit, méghozzá nagyon, akik rajt után már egyből összeakadtak, ugyanis Arnold kicsit beragadt a rajtnál. Láma viszont nagyon visszaesett, mert hozzáért a főző rajt után. Kicsit le lett szorítva, ha jól láttam, Afking által pont. De Misi is nagy hiba, és egy szárnytörés után visszacsúszott. Így az első kör után a sorrendünk Galamb, Arnold, Norbi, Bugócsiga, PMG, Boton, Kex, Láma, AC/DC, 60 Hz, Geri, Dex, Zoli, Misi és Afking, akik szerintem mindketten állnak is ki a boxba. És igen, Misi már a boxban is van, és Afking követi őt. Valószínűleg ezzel keményre fognak váltani és megpróbálnak végigmenni, kivétel, hogyha egy agresszívabb taktikát próbálnak inkább fölvenni, és esetlegesen közepest dobnának föl. Hát én, ahogy Misit ismerem... Különböző is a taktika, Misi közepest tesz föl, annak érdekében igen. Gondolom, akkor itt két kiállásra játszik, Afking viszont úgy néz ki kockáztat, és rámegy az egy kiállásra. Igen, ezt pont ezt akartam mondani, hogy én Misit ismerem, szerintem ő az agresszívabb, mert tényleg, tehát elég gyors pilóta ahhoz, hogy inkább ezt a stílust képviselje, hogy hoppá, inkább aki megpróbálok két kiállást csinálni, ugyan nem nyerek annyi pozíciót, mint hogyha fölteszem a második körbe ugye a keményet, és akkor végig megyek ezzel, csak ugye, mint amit tudjuk, hogy nagyon sokszor megjártunk már, hogy az első háromba, hogyha akarsz versenyt futni, tehát kereket cserélni, akkor lehet, hogy a végén meg nem fog engedni neked azt, hogy beérjen normálisan a célba. Most itt erre leszek kíváncsi, hogy vajon ezt Afking meg fogja tapasztalni, avagy sem. Közben a Bugócsiga utolsó sikánban hibázott egy nagyot, miután meglehetősen nagyon nyúzta Norbit, és így felgyűlömlett mögötte egy nagyobb tömeg. Ha jól látom, Kexik bezárólag, ebből meg egy érdekes csata alakul később. De azért PMG benézett neki, hogy figyelj, hallod haver, én itt vagyok, tehát erre vigyázzál, légy óvatos. A tempó alapján, ahogy elnéztem, így a harmadik helytől lefelé Norbi az egyik leglassabb. Tehát a harmadiktól hatodik helyig nézve Norbi a leglassabb tempó szempontjából, de még meglátjuk, hogy Bugócsiga először itt a ligánkban mihez fog tudni kezdeni, de... Így van, viszont Norbi, PMG-t akartam mondani, és nem Norbit, igen. PMG ugye bajba lehet, mert Botond is azért elég jól tud vezetni, viszont ő se az, hogy nagyon túlságosan stabil játékos, és itt akár belső íven megpróbálhatná, de nem teszi meg, mert azért ez egy elég veszélyes kanyar, viszont itt szélárnyékból akár tud mit kezdeni, hiszen a hálítható hátsó szárny már nyitva van, de mind a ketten nyithatják. Igazából... Ez a cél egyenesre játszik. Igen. Most már kiszorul a DRS távolságból, így DRS nyitás nélkül kell majd kibírnia. Viszont, hogyha nem lesz elég közel a kigyorsítás után, a legjobb esetben arra érdemes ilyenkor rámenni, hogy az első kanyar való kigyorsításra játszanak. PNG ezt kicsit kiszélesítette. Igen, kiszélesítette, és valószínűleg meg is fog előzni így már. Után, nem, szerintem a kigyorsításra játszik. És itt talán meg lesz, de PNG megint nyithatja, ugyanis az utolsó kanyar megint elrondolt a Bugócsiga, amivel magára húzta a csapatot. Igen, ez itt egy érdekes csata lesz, mert azért Csiga is tudja neki nyomni, PMG is tudja neki nyomni, Botond meg nyomja mögöttük, mint a Massa, és ott a harmadik, tehát ebbe a kis csoportba a harmadik pozícióból, tehát ő lehet a lesőpuskás harmadik, ahogy szoktuk ezt említeni. Közben Hertz és Geri is nyúzza
egymást, Hertz eléggé agresszívan próbálja átgyúrni magát Gerin, láthatóan gyorsabban is veszi a kanyarokat. Ez tetszik, olyan Hertz és nem 60 Hertz, ez tetszik, jó, ez lehet, hogy megveszem. Igen, ez jó, ez tetszik, tehát jó volt a rövidítésed. Igen, ez az halhatatlan, érted? Halhatatlan. Na mindegy. Ja, és ugye most Hertz ide fog, tehát a délre zónán belül fog lenni. Gerihez képest az meg is csúszik. Nem tudom, hogy mennyire fog tudni hozzá közel kerülni. Belsőjében ugye nem fog tudni elmenni. Közben sűnyi módon kúszik fölfelé Arnold is. Már 4 tizedet hozott galambon az elmúlt 2 körben. Mondjuk az utolsóban mondta, hogy veszített 1 tizedet. De szerintem ez még a kiállások után komoly csata is lehet. Mm-hmm. Viszont Hertz, hogy néz ki, egyet rontott, és DRS-en kívülre is került. Az csak másodpercen kívülre, DRS még nyithat. Így van, viszont Button már nagyon közel van PMG-hez. Nem meri betenni a kocsit. Megelőzte, láma kicsúszott. Kicsúszott? Igen, jobb első szájnrész már le is van törve. Szegény láma. És kint van a versenyben. Így van, és Norbit közben utolérték, tehát most már 4-es a boly, tehát a két Alfa, egy Mercedes ráadásul, és még egy Haas is üldözi szegény Norbit. Tehát ugye a két Alfa között van a Mercedes. És aztán PMG... De árjál, most figyeld, mert PMG meg most még közelebb került Bugocsigához. Viszont Botond is közelebb került PMG-hez, tehát most Norbi van a legnagyobb veszélybe. Norbi sokat veszített az elmúlt. Igen. Két körben majdnem egy másfél másodperccel került vissza Arnold mögé, és ezt meg is fogja próbálni Bugocsiga. Ott fogja tartani! Norbi bent fogja tartani! Gyorsan átváltak, csak az a baj, hogy nagyon izgalmas, és Bugocsiga megcsinálta. Viszont PMG érkezhet, valószínűleg most össze is fognak beszélni, amiatt, hogy figyelj srác, engedj már el, mert gyorsabb vagyok nálad. Valószínűleg most adni fogja neki a szélárnyékot, de azért nem akarja hagyni magát sem Mercedes-szel. Gyorsításra rá fog menni Norbi. Így van, Csiga kicsit megcsúszott. Jó, a szélárnyék nagyon szép. Nagyon-nagyon foros lesz. Aj! Ott repült egy szány darabka! Láma közben elhagyta a sessiont, valószínűleg olyan hibája volt, hogy amivel nem tudott csinálni. És jól látom, Norbinak az egyik baloldali szárny darabkája letört, tehát most egy kicsit máshogy fog tudni vezetni ezen az útvonalon, tehát most már a PMG-t inkább érdemes lenne elengedni, hogy utolérje Csigát. Ezt majd mindenki vissza kell nézni, a felvételt elmentettem közben. Ugyanis érdekes volt az a jelenet, ami lejátszódott. Incidens a pályán, vizsgálat a verseny után. Ugyanis bár nem volt Norbi mellette, attól még kicsi leszorítás volt az. Ez egyáltalán nem volt leszorítás, mert rögtön külső ívre húzódott, tehát igazából Norbi ment mögé. Tehát hogy ez ő teljes hibája. Mert vissza kell, mert így kell váltani. Viszont nem engedi el PMG-t, ami azért egy meglepő döntés. De valahogy Bugocsiga pont, hogy meg fog tudni lógni. Így van. Igen, csak valószínűleg nem akarják azt, hogy a Botond is mögülük is előrébb tudjon jutni. Tehát most ha önerőből előzi meg PMG Norbit, akkor Norbi jobban le tudja védeni majd az ívet az első kanyar végén. Viszont Botond most nagyon közel. Így van, Botond valószínűleg belső íven meg is fogja próbálni. De PMG-nek oda kell nagyon figyelnie, igen, a Botond szépen be is tette oda. Viszont itt akár jöhet egy ellentámadás, ugye Botond az gumi előnyben van, mert hogy neki lágyak vannak, és azért, vagy bocsánat, közepesek közös vannak. Meg Csigát, igen. Hát annyira nem sérült, vagy nagyon jól tudja kezelni ezt a helyzetet, viszont PMG most arra játszik, hogy minél jobban, tehát hogy a minél nagyobb nyomás alatt tartsa Botondot, hogy hátra is kelljen figyelnie. És így most már a Haas meg a Mercedes egy nagyon szép alfa szendvicsbe van konkrétan. Közben az első tervezett kiállásunkon is túl vagyunk, és Zoli állt ki, viszont meglepő módon lágyra. Úgy néz ki, ő is két kiállásos. Hát 29 kör, de az bőven benne van a két kiállásban amúgy. Bőven. Közben Arnold ismét kúszik felfelé, miközben Afkin kapott egy 3 másodperces büntetést.
Arnold úgy néz ki, hozott egy jó fél másodpercet az elmúlt két Igen, szabad ne feled, de közben Bugocsiget megelőzte Botond. Tehát, hogy ez a négyes csata még mindig hajt. Ójaj, Bugocsiga megcsúszott, viszont egy PMG kapva kaphat a lehetőségre. Tehát kigyorsításra nagyon odafigyel, ott a szélárnyékból nagyon tud alkotni. Belső éven akár el tudja fordítani az autót. Na, erre van a kivédekezés. Úgy van, PMG nem teszi be belső évre, valószínűleg a következő DRS zónára tartja meg. Bugocsiga kapott egy 3 másodpercet büntetést a kanyar levágás miatt valószínűleg. PMG... Ford megtette a tervezett kiállását, és ahogy elnézem, közepes tett föl, nem tudom megpróbálja-e végig, innét lehetséges... Aj! Csiga! Neki csapta a falnak. Nem lett nagyobb baj, csak letört egy kis szárny darabka. Szerintem Norbi meg fogja próbálni, tehát lágyal szerintem, vagy közepesen már szerintem végig lehet menni. Hát, hogy 8 kört, 7 kört kibírta lágy, lehetséges. Igen, igen, szerintem is van rá esély. Viszont tudod ki ennek a nagy nyertese? Botond. Igen. Aki nagyon-nagyon jó tempót diktál azokon a közepeseken, és el is tudott nyúlni a bolytól úgy, ahogy. És megpördült PNG. PNG megpördült? Jaj, ezt pont nem láttam, kár. Jó, viszont nagyon szépen körbenézett. Viszont nem sérült az autó kifejezetten, csak szerintem elmelegítette azokat a gumikat. Szerintem is. Ki is fog állni. Hát ezek után már igen. Igen, ez a szerencse. Amit egy kis fehér füst jön neki a kocsijából, én tök úgy nézem. Te most komolyan? És viccen kívül. A kiállásokat viszont megkezdték. De most kajak, nézd meg PMG kocsiját, olyan, mint a füstölne. Tényleg olyan. Jó, mindegyik füstöl, nem szóltam. De tényleg olyan volt, ilyet se láttam még. Szerintem, hogy ez egy grafikai újítás. Mostanában ezt baszták, tehát... Közben Bugocsiga is a box utcába, tehát csak hogy megjegyzem, és ő is közepeseket kapott, tehát valószínűleg tényleg meg lehet ezt most már próbálni. Kex és Geri is nagyon előkelő helyen vannak, Geri mondjuk most előzik valószínűleg. Há, igen, de Geri még... egyet. Gerinek még ki kell menni a box utcába. Pontosan a Kexnek is, ahogy elnézem, viszont nagyon stabilan hozzák a helyüket. Szóval még hármójuk közötti csatának lehetséges, hogy Geri. Kex lesz a nagy nyertese végül. Galamb pedig húszik el Arnoldtól. De repül. Arra mennek, hogy repül Arnold, de szerintem nagyon arra mennek, hogy közepessel probléma nélkül tudják végig csinálni. Mert nagyon-nagyon nyúzzák ezeket a lágyakat, valószínűleg már jó kopott mindkettejüknek. Igen. Főként Arnoldnak, aki nagyon-nagyon csúszkál. Főként az utolsó kanyarbeli kigyorsításnál szokta megúsztatni egy kicsit az autó hátulját. Viszont Dex meg Misi harcolnak közben, de mondjad. Ej! Dex meg is csúszik. Igen, fú. És le is tört a szárnyának a bal oldala. Mondjuk valószínűleg így is, úgyis most tervezett valószínűleg kiállni. Igen. 8. Jaj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 
Közeli kol volt, de... Uha! És ki is esett Dex. Na, safety car! Safety car a pályán! Mi safety car? Nem, csak sárga. Egyelőre csak sárgát kaptunk. Harmadik szektorban. Az lenne egy nagy hívás. Igen. Én Botonnak meg Kexnek. Nincs safety car? Virtuális? Vagy valami? Nagyon rossz helyen áll ez az autó. Játék szerint nem kell. 3 másodperces büntetés kapott kontroll. Utoléri... Zolit. És... Igen. Hát ugye ott is a kerék különbségek. A friss keményeken van. Hát azért ezt nem mondanám frissnek, mert 8 körös, de amúgy igen. Frissebb, mint a háromkörös lágy, maradjunk annyiba. Jazol is közben kiállt. Igen. De pont mondtad, hogy azért, hogy két kiálláson van az Zoli is. Tehát azt is mondtad. Igen, közben összeraktam a dolgot. Viszont Afking ennyivel jobb tempót diktál, ahogy elnézem. Hamar át kéne rágni magát Zolin.
különben komolyabb problémába is ütközhet később, hogyha elkoptatja a keményeket. Zalira is csak annyit kell tudni, hogy hiába lassabb a többieknél, de nagyon jól tud védekezni. Tehát nekem többször volt lehetőségem tapasztalni azt, hogy milyen nehéz ellene támadni. Jól zárja az íveket. Most is figyeld, mert most nem, hogy pont nem. De viszont volt egy elfékezés Afkingtól, tehát látod, nagyon szépen ott tartotta. Valószínűleg még ott azért lesz egy kis csata. De... Közben az élmenőink közül Arnold megtette az első kiállását. Így van. Lesz. Arra leszek kíváncsi, hogy Galambhoz képest milyen tempót diktál ezzel a kivezető körével. Így van. Ebből még Afking. 26 másodpercre van éppen lemaradva Galamb mögött. Ú, hát tehát ennyiben le van maradva, akkor valószínűleg be fogja tudni hozni. Ha Galambnak nincsenek még tartalékai, közben Afking megpróbálja betenni Zoli belé, be is rakja. És bent is tartotta a belső íven, és el is tudott menni, tehát ugye a tapadás, tehát a gumi előny relatíve most Afkingnál volt. Ugye azért lágy az gyorsabban kopik, hiába lehet gyorsabban menni vele, de az csak egy bizonyos kis ideig tart. Na, nézzük Arnoldot, hogy mennyire tudja ezt meghúzni ezt a kört, hogy Galamb. Ebben eddig 7 tizedet hozott Galambon, aki szerintem nem is kicsit hibázott azzal, hogy nem állt egyből ki. Az, hogy nem reagál, az még később veszélyt okozhatja. Így van. Hogyha végig fogja bírni Arnold gumiait. Miközben Kexis szintén kiállt, és ő is közepesre váltott, akár csak a többiek. Úgy néz ki, nem nagyon megy mindenki biztosra egy kemény keverékkel, ennyire jól bírnák a közepesek. Látod, hát Botond ott van 11 körös közepes gumival, a 60 Hz 11 körös közepes gumival, Misi 10 körös közepes gumival, tehát igazából... Bárki keményre fog váltani, szerintem Botond, aki most már szenved, tehát egyre több hibát vét, most is például 3 másodpercet ott hagyott, mert ráment a fűre. És Arnold nem is kicsit jön föl, tehát most már 23 és fél másodpercre van. Mint a talajvíz. Szóval ebből még komoly problémája lehet Galambnak. Így van, ha csak most ki nem jön. Hát még hogyha ki is jön. Nem és nem jön ki. Nem jött ki. Nem, megy tovább. Nagyon... Most vagy valamit nagyon tud, vagy valamit nagyon nem tud. Vagy valami olyat tud, amit mi még nem. Reménykedjünk némi jobban. Mondjuk abban is reménykedhetünk, hogy ez pont jól fog nekünk kijönni. És Botond kiáll? Botond kiáll, valószínűleg fel fogja tenni a keményeket. Na, nézzük csak, kíváncsi vagyok. Erre kíváncsi vagyok, most nem lényeg a közepem, mert most nagyon nincs, tehát hogy másfél másodpercen belül van Kex Mishihez képest. Na, így van, a keményeket rakja fel, és kap egy új szárnyat is. Akkor valószínűleg benne volt a hibája, azért lassult vissza ennyire. Ekközben tényleg Galamb, most már csak 21 másodpercre van Arnold előtt, ami nem szimplán közeledési távolság, hanem így át is fogja szerintem ugrani a kiállását. Így van. Így. Sanszos, hogy Arnold lesz a védekezőnk, nem pedig Galamb. Igen, amúgy lehet, hogy erre játszik. Most gondolj bele. 3-4 körrel frissebb gumikkal megpróbálja majd megelőzni. Így van. Tehát lehet, hogy direkt ele játszik. De tudjuk, hogy tempó alapján nagyon közel vannak egymáshoz. Igen. És Arnold nagyon jól védekezik. Még Galambnak is inkább a védekezés a mestersége, nem pedig a támadás. Bár jó agresszív tud lenni mind a két alkalommal. Nézzük, hogy ez... Fú, ez most nagyon izgalmas, nagyon izgalmas. Így van, jön ki, Galamb jön ki! 20 másodperces előnye van, szerintem át fogja ugrani Arnoldot. Nézzük Arnoldot. Egy kanyar. Két kanyar. És most fog ráfordulni a célegyenesre. Na, Galamb már indul előre, már Galambot meg kiengedték a boxból. Na! Nagyon-nagyon-nagyon szoros lesz. Na! Safety car! Na! És? És nem előzheti meg? Nem! Mi ez? Megelőzte, mert le kellett lassítani, de megelőzte Galambot. Most akkor ki van elől? Akkor Galamb van elől. Ez mi? Tényleg ez mi? És rohan be a boxba Misi, és ahogy elnézem 60 Hz is. Ez... Hallod! Morbi, AC/DC, PMG, mindenki vágódik be a boxba, mondjuk ez, nem. Ez tudod ki a legnagyobb nyertese ennek? 60 Hz!
És tudod miért? Mert le volt maradva Arnold mögött a harmadik helyen, ráadásul bejött a safety car, tehát hogy... És még a többiek is ott vannak mögötte, tehát most hol... 9. helyre jön így vissza. Így van. Egy nagy nyertese lehet, aki az elején vesztes volt, az Misi. Úgyis Misi előtt Button és Gary van, mind a ketten használt gumikon, ők szintén végig akarnak menni, míg Misi ezzel a szettel biztos, hogy végig fog tudni menni. Na jó, azért Button is végig fog tudni menni a kemény keverékeivel. De akkor is, ott a gumikülönbség, friss, közepes, a... Az egykörös keményhez árthoz képest, igen. Tehát Gerit még azt mondom oké, mert Geri azért ugye közepesen van. De a legnagyobb nyertes akár Geri lehet, hogyha vissza tudja majd tartani a többieket, aki eddig 8 pozíciót nyert, akárcsak Button. És ha minden igaz, ennek tényleg így a nagy nyertese valószínűleg Misi lesz. Hogyha végig tudja húzni, meg akár Bugó Csiga, aki így ott tartotta magát, mert az ötkörös közepeseken kimaradt, gondolván valószínűleg végig fogja tudni csinálni. De mitől lett safety car? Szerintem volt egy nagyobb ütközés. De hát mindenki bent van. Ez az érdekes amúgy. Menj már át, kérdezz már meg őket, légy szíves. Úton vagyok. Na, pályán lévő információink szerint 60 Hz pörgéséből és egy rakás szárnytörésből keletkezett a baleset, ami végül a safety carhoz vezetett. Ez egy ilyenkor képes safety carbe hozni a játék, és 60 Hz megint kiáll, ugyanis úgy néz ki rossz szettet tett fel elsőre, és most tett fel egy friss közepes a végére. A friss keménye helyen. Ja. És érted így, tehát ez mekkora mázli volt Galamnak? Ez mekkora mázli volt? Ez így egy érdekes végeredményhez vezet, főként azért, mert Galambot tudjuk milyen újraindításkor. Igen, ez így érdekes lesz. Galamb taktikázásnak nevezünk, hogy imádkozz azért, hogy ne törd össze magad, mert Galamb úgy tényleg. Szeretem, imádom Galambot, de tényleg ilyen. Így tényleg Arnoldon fog múlni, hogy képes lesz-e olyan tempót diktálni a három körrel idősebb közepesein, mint Galamb, és képes lesz-e támadni. Úgyhogy láttuk, hogy mennyire csúszkált a lágyakon, és amennyire agresszívan lesz bizonyos kanyarokat. Szóval itt határon kell majd autóznia, ahhoz, hogy minden működjön. Csak meg kell várnunk, amíg Zoli és 60 Hz is beírja a mezőnyt. Így van. Ha minden igaz, következő körben el is lesznek engedve. A Galamb taktikát tudod, mivel lehet ezt most kibekkelni? Kezünkbe van a büntetés hatalma. Óha. Galamb megelőzi a safety card szinte. Úgy néz ki, gyorsulási versenyt akar legalább belevenni. Hát, két Mercedes, mit vártál? Nagyon jó barátja Ben Mylander, aztán pont beszélgetnek még egyesen. Ennyire maga biztos lenne, hogy nem fog tudni versenyezni Arnolddal, hogy már safety car-ról akar inkább. Ami lassabb. És Norbi 5 másodperc egy büntetést kapott. Így van. És ki kellett kerülnie valamit, nagyon. Ez még szerintem meg fogja úrni. Aztán ki tudja. Nézzük meg a mezőny közepét, ők hogy haladnak. Zoli Rita... Hoppá! Ott hátul volt egy nagyobb ütközés. Úgy néz ki, Zoli hibázott, és Afking neki ment. Vagy pont, hogy Afkinggal ért össze úgy Zoli. Hát már megint megy a fékezgetés, mert nem tudnak távolságot tartani az embereink. De nem baj, ezt most megtanulják, mert szimulációs törés van, tehát... Azért vagyunk itt, hogy tanuljunk. Így van. Valaki azért, hogy gokártozzon. Ugye? Azért gokártozhat, mert ugye az aktív part támogat minket. Egyszerűen hogy szeretnénk ismét megköszönni az aktív part támogatását. Ligát. Így van. De
látod, megint összegyűlnek, tehát PMG nagyon-nagyon lassít. Most jön be a safety car ebbe a körbe. Na, akkor a galamb taktikákra lehet is figyelni. Ó, már el is kezdte. És ott is van. Ja, de ez csak levágta a kör. Kanyar. Valószínűleg is még egy 60 Hz-en nagyon-nagyon-nagyon lassítják egymást. Ez szerintem már veszélyes, majd meglátjuk, hogy melyiket kell esetleg elvenni, de valószínűleg 60 Hz 10 másodpercesen nem lesz túl releváns. Nem. Megint összeértek hátul, hát ez még hozzá kell szokni pont, hogy a két újoncunknak, hogy milyen is egy újraindítás. Galamb mögött. Galamb már csinálja nagyon a játékait, össze is érnek szinte mögötte, pontosan 60 Hz megint. Hát, és indít? Na? Nem indít. Hát innentől fogva nyomhatja neki Arnold. Nem nyomhatja. Nem safety car vonal van. Na, Button milyen szépen elkapta! Button milyen szépen elkapta! Na Galamb, mi a fasz csinál? És összeérne. Éj! És nincs szárny. És nincs szárny! És Isten, mi történt ott? Gyerekek! Hát ezt jó lesz kivizsgálni a futam végén. Hát egyesen ötletem nincsen, hogy itt mi történt. Szintén, nekem sem nagyon, de ezt majd úgyis megkapjuk. Meg fogják óvni a többiek, tehát most Button az szépen elkapta a rajtot. Ő belül tartotta a kocsit. Galamb az ráhúzta konkrétan. Tehát, hogy... Itt még meglátjuk, de így kívülről szerintem Galamb volt a... Igen, de nem is ez a poém, hanem hogy Bugó Csiga fordult meg, tehát ott is történt valami. Tehát Kex is kiesett, Norbi, Csiga. Bugó Csiga előtt fordult, mert nem, Galamb, micsoda? Galamb ott van a harmadik helyen. Meglök, igen, valószínűleg akkor valaki meglökte Bugó Csigát, és ennek így igen. Ott lehet a nagy nyertese, feltéve, hogyha kibírja az a szárny, amit valószínűleg hát nagyon-nagyon lassú a kanyarban. De még valami tört hátul, de azt hiszem Michinnél. Igen. És a Michi is tört a szárnyát hozzáért hátulról a PMG-hez. Mi történt? 75%-ot nem értük el. Na, kedves nézőink, annyi történt, hogy szétesett a lobby. Tehát konkrétan nem csak mi, hanem hogy mindenkit ledobott a játék. Viszont ugye meghaladtuk már a versenytáv felét, és egy ilyen gyors szavazást tartottunk a versenyzőkkel, és abba egyeztünk meg, hogy fél pontokat fogunk kiosztani. Ugye egészen attól a fázistól, amikor ugye a safety car bejött. Tehát az utolsó safety káros körig bezárólag.
fogjuk kiosztani a pontokat. Igazából... Mindjárt mondom ebben az igen. Esetben, mi lesz a sorrend. Aztán majd a büntetések eldöntik, hogy hogyan haladunk tovább. Szóval esélyes végeredmény sorrend szerint, akkor Galamb, Arnold, Bugócsiga, Boton, Geri, Misi, Uregenter, Norbi, Étvizs, PNG, Akin, Hatnahár, Zoli, Tex és a Lava a végső sorrend. Ez a nem jutott végeredmény, majd a végeredmény, a végeredmény. Igen. Helybüntetés, aztán pedig időbüntetés, mert mindenki 10 másodpercen belül volt, sőt, 7 másodpercen belül volt mindenki. Szóval, meglátjuk, de akkor gondolom szép igány incidens már nem fogja. Nem, azt már abszolút nem. Azt már nem. Nem kell, addig. Jó, köszönjük még egyszer az Aktív Partnak a támogatást, de annyit fognak, tehát hogy szezon végén az első három helyezetnek fognak ajándékot adni, hogy az első helyezetnek egy három alkalmas gokárt jegyet adnak, a második helyzetnek egy két alkalmasat, és a harmadik helyzetnek egy egy alkalmasat, tehát hogyha végeztek a srácok az egész szezonnal, akkor ki a szék, ki a multi székből és be a gokárt székbe, ahol valószínűleg majd videót is fogunk készíteni róla, mert szerintem én megyek el személyesen mindegyikőjükért. És akkor... Na, majd ezt majd meglátjuk, hogy lesz. Látjuk, ki lesz az első három. Ja. Így van, ugyanígy 6 órakor találkozunk. Jövő héten. Hivatalos végeredmény pedig valószínűleg ma este már kint lesz. Így van.